még maradt 600 forint. Sokan fizetnek készpénz helyett Erzsébet utalvánnyal a bevásárlásért. Ilyet béren kívüli juttatásként adhat a munkáltató. Élelmiszer vásárlásra. És 5000 forintot kapok, hát azt használom el. A például pihenésre felhasználható béren kívüli juttatást pedig Széchenyi pihenőkártyára utalják. A kormány 2012-ben úgy alakította át a béren kívüli juttatások rendszerét, hogy az állam által kibocsájtott kártyák és utalványok kerültek előnybe. A piacról így kiszorult cégek ezért az Unióhoz fordultak. Az Európai Bíróság mostani ítélete nekik adott igazat. A testület szerint a kormány döntése szembe ment az uniós joggal, mert nem biztosított azonos feltételeket. A bíróság közleménye szerint a kötelezettségszegő tagállamnak a lehető leghamarabb teljesítenie kell az ítéletben foglaltakat, vagyis változtatni kell a szabályokon. A kormány szóvivő szerint az ítélet indoklásán is látszik, hogy a multinacionális cégek indították az eljárást. Miközben tudomásul veszük és tiszteletben tartjuk a döntést, Magyarország kormányának elszántsága nem változott meg azzal kapcsolatban, hogy az Erzsébet programot megvédje, megtartsa. Magyarán a holnapi ülésén a kormány természetesen tárgyalni fog a kérdésről, megvizsgálja a különböző lehetőségeket. Hozzátette, hogy az idén meghirdetett programokat és pályázatokat nem érinti a bíróság döntése. A Párbeszéd Magyarországért szerint az Európai Bíróság döntése megint megmutatta, hogy a Fidesz államosítási törekvései forintosítható károkat okoznak a magyar embereknek. Egyébként mi azt gondoljuk, hogy ezt az egész béren kívüli juttatások rendszerét újra kéne gondolni. Az emberek többségét nagyon bosszantja a sok játékpénz és plastikkártya. Ezeket a béren kívüli juttatásokat be kéne építeni a fizetésekbe. Az OTP, mint az egyik kártyakibocsátó híradónkkal azt közölte, a döntésnek a szép kártyák használatára nincs hatása.